Hashtag nőfilter. Nők filter nélkül. Köböl Anitával. A Spirit FM-en. Get ready. A műsorszámot a Nutriverzum támogatja. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, illetve egyúttal a YouTube nézőinket is innen a Spirit FM stúdiójából. A mai vendégem itt a Heste No Filter Nők Filter nélkül Köböl Anitával című műsorban pedig Észak Eszti. Szia, köszöntelek téged is, szia, sok Anita, szeretettel. Szia, sziasztok mindenki. Aki túl van egy nagy napon az életében, kezdjük is akkor innen, hiszen gyakorlatilag percekkel ezelőtt ebben a székben, ahol én most ülök, még te ültél, és egy új mérföldkő van az életedben, rádiós műsorvezető lettél. Na, hogy élted meg ezt az első napot? Nagyon izgalmas volt, nagyon izgalmas időszakban vagyok most, mert elég sok új dolog van az életemben, többek között a rádiózás, és hát főleg, hogy élő, azért ez egy amellett, hogy nagyon-nagyon jó, meg egy nagyon izgalmas feladat, nagyon stresszes is, mert itt tényleg nincs hibázási lehetősége az embernek, és ugye mindenki nekem azt mondta, hogy nem lesz semmi gond, és egyébként igazuk is van, mert hogy én rengeteg ilyet csináltam már, nagyon sok interjút készítettem a tévében, nagyon sok élőadásom is volt, ugye vezettem a Kometet, ahol aztán tényleg az van, hogy az ember a színpadon 3 órán keresztül kint van, nem nagyon van segítsége, tehát nincs olyan mankója, mint például egyébként a rádióban van, hogy azért ki tud magának nyomtatni infókat, tud élőben a szerkesztővel kommunikálni, amit ugye egy élőadásban főleg színpadon nem tehet meg. Szóval nyilván ennek van egy ilyen könnyítettebb verzió is, meg egy könnyebb része, de mindemellett azért mégiscsak élő, és egy olyan terep, amiben én még nem próbáltam ki magam, úgyhogy nagyon izgalmas, nagyon szeretem, de nagyon félelmetes is egyelőre. Elárulsz egy kis kulisszatitkot nekünk, hogy talált meg a felkérés, vagy te jelentkeztél esetleg a rádióhoz, hogy szívesen vállalnál műsorvezetői feladatot? Hogy történt a háttérben? Ez nem jutott eszembe, meg megmondom őszintén, én nem is az a típus vagyok, aki így ajánlaná magát. Én tényleg, hát lehet, hogy ebben egy picit törtetőbbnek kellett volna mindig is lennem, meg kellene lennem, de valahogy nekem ez így nem egy komfortos dolog, hogy én hívjak fel valakit, hogy hello, itt vagyok, mert úgy vagyok vele, hogy aki ebben a szakmában dolgozik, és mondjuk döntéshelyzetben van, az valószínűleg tud a létezésemről, szóval ha úgy gondolja, hogy én az adott műsorához megfelelő lennék, akkor gondolkodik bennem, ha meg nem, akkor meg valószínűleg nem vagyok annyira fejében, vagy tehát, hogy én nem az a típus vagyok, aki így jelentkezik ilyenekről, úgyhogy hát szerencsémre a Spirit FM-től kerestek meg, hogy rám gondolnának műsorvezetőként, ugye Eldézsi Zoltán mellett, mert hogy ő a váltóm, vagy hát mi ketten csináljuk, hogy ezt a műsort hétfőtől péntekig, hétköznaponként 9-től 11-ig, és nagyon meglepett, hogy rám gondoltak, mert valahogy nekem a rádiózás ezt így mindig is egy jó szakmának tartottam, de a saját életemben nem volt úgy a fejemben, hogy akkor ez majd valamikor esetleg itt lesz az hétköznapjaimban, és így hirtelen igent mondtam, és utána gondolkodtam, hogy de biztos, hogy ez nekem menni fog, és hogy fog ez működni, meg és mi voltak a kétségeid, ami miatt aztán elkezdtél ezen rágódni, vagy feltenni ezeket a kérdéseket magadnak? Megmondom őszintén az, hogy nem csináltam még ilyet, és nekem, én olyan személyiség vagyok, hogy bármi új kerül az életembe, akkor attól megijedek, és azt gondolom, hogy úgysem ez nem fog menni. Ez valószínűleg ilyen családi dolog, anyukám pontosan ugyanilyen, mint én, csak ennek a hatványozott verziója. Én azért, ha félek is, akkor is megpróbálom legyűrni, és megpróbálom, és hogyha közben nem működik valami, akkor azt mondom, hogy jó, akkor ezt el tudom engedni, de megpróbáltam. Ő azért ennél egy kicsit jobban fél, tehát ő nem mer annyira új dolgokba belevágni, én így rákényszerítem magam ezekre. És az volt a félelmem, hogy, mert én is tisztában voltam vele, hogy nagyon sokat interjúztam, azért az alapok megvannak, tudom, hogy kell komfort mondani, komfort írni, tudom, hogy mi egy beszélgetés menete, meg hogyan kell azt felépíteni, de valahogy nagyon más terep volt. És az volt a félelmem, és azt így az itteni kollégáknak is mondtam, hogy egy tök banális dolog, meg igazából így nagyon bután hangzik, de amikor nekem például a telefonommal kell magamról egy videót felvenni, az is nehézséget okoz, pedig tulajdonképpen ugyanazt csinálom, mint amikor műsort vezetek, mert ott is egy kamerába beszélek, ami mögött történetesen van egy operatőr, tehát hogy van mögötte valahol egy ember, de hogy én őt nem látom, mert én a lencsébe nézek. És amikor a telefonommal kell esetleg egy videót felvenni, ott is ugyanaz történik, és egyszerűen mégis mást vált ki belőlem, és nem megy olyan jól. Tehát én például Insta sztorikat felvenni, nekem az komolyan mondom, hogy egy nehézséget okoz, vagy amikor megkér akár egy segélyszervezet, akár bárki, hogy akkor csináljak egy videót otthon magamnak, nekem az nehezebb, mint levezetni egy tévéműsort. Pedig tudom, hogy vannak ezzel fordítva is emberek, és pont emiatt úgy voltam vele, hogy a rádiózásban is tulajdonképpen ugyanazt fogom csinálni, amit eddig csináltam, viszont
valami mégis más lesz benne, és emiatt féltem tőle. Nyilván az elején még az első pár hét az egy ilyen tanuló fázis lesz, tehát főleg az, hogy ugye technikailag is nekem kell irányítani ezeket a dolgokat élőben, tehát hogyha én nem nyomom ki a mikrofonomat, meg esetleg a beszélgető partnerem mikrofonját, akkor mi esetleg még élőadásban ott még hallatszik, amit csevegünk, vagy nem kapcsolom be pont éppen a telefonon beszélgető partneremet, akivel ugye beszélgetni fogok. Tehát, hogy ezt mind nekem kell kontrollálni, amellett, hogy azért figyelnem kell az időkre, figyelnem kell a témára, nyilván arra, hogy mit mond a másik, arra reflektáljak, esetleg, hogyha változás van, akkor hirtelen utána nézni dolgoknak, szóval azért vannak nagyon izgalmas pontjai ennek az egésznek, de mindeközben meg rettentő izgalmas olyan szempontból is, tehát a pozitív szempontból is. Igen. Pont ezen gondolkoztam, miközben hallgattalak, hogy milyen új skilleket igényel tőled a rádiós műsorvezetés. Tehát azért itt leszel, ha jól tudom, váltásban, tehát nem egymás utáni napokat követően, hanem mondjuk minden második nap, viszont élőben 2 órát, különböző területekre, ahol fogtok majd behozni témákat, amire értelemszerűen fel kell készülnöd, de én ebből a szempontból téged abszolút nem féltelek, tehát amennyire így megismertelek, vagy látom a nyilatkozataidat, te egy nagyon tájékozott csajszi vagy, ami nem tudom, hogy egyébként a nagy közönség számára kiderült-e bármikor is rólad, majd erről is szeretnék veled egyébként beszélni, de ezen felül bármi, amit neked most úgy tudásként be kell építened a saját műsorvezetői jelenlétedben, olyan van? Ami szerintem kihívás lesz ebben a szakmában, ebben az új szakmában, az az, hogy nagyon széles spektrumon mozognak a témáink, szóval nagyon felkészültnek kell lennem mindenből, meg hát ugye, ahogy a mai adásban is volt, rögtön így az elején 2 téma bejött, mert ugye a mi műsorunk az alapvetően kulturális, beszélgetős aktualitásokra van szó, de inkább ilyen hétköznapi témákat illetően kliprendezés, és a többi, viszont nem mehetünk el azok mellett a szomorú aktualitások mellett, mint például most az orosz-ukrán helyzet. Nyilván nem megyünk bele ezekbe annyira mélyen, tehát nem az van, hogy most egy mély beszélgetést kell lefolytatnom valakivel, de hogy ezért érintenünk kell is. Ez, amikor még az ember nem áll stabilan a lábán egy különböző szakmában, akkor ez még ijesztő lehet számára, meg még én is azt érzem, hogy kellenek a mankók, de nyilván hónapokkal később, hogyha már azért belejövök abba, hogy nem, tényleg nem azon kell gondolkodnom, hogy mivel kapcsolom be a vendéget adásba, és hogy kell figyelnem a különböző monitorokat, amik nekem ugye az információkat adják. Onnantól kezdve már nem lesz ezzel szerintem nehézség, de az elején még azért ezek nehéz lépcsőfokok. Megütötte a fülemet még az első gondolatodnál az, amikor valahogy úgy fogalmaztál, hogy lehet hibázni. És hogy ez benne van a pakliba, és hogy semmi gond nem lesz belőle, hogyha valami hiba csúszik a rendszerbe. Viszont neked a hibázással, mint olyan, milyen viszonyod van? Mert hogy ez egy tök meghatározó kérdés, hogy megmered-e engedni egyáltalán magadnak azt, hogy hibáz, vagy te egy nagyon perfekcionista, maximalista személynek vallod magad, akinek ez nem fér bele, és azért plusz mindig extrán akarsz teljesíteni. Én sosem tartottam magam maximalistának, mert nem vagyok az, aki tényleg az utolsó részletét is a dolgoknak megtervezi előre, és ahhoz ragaszkodik, de közben hallottam nemrégiben egy beszélgetést, ami pont a perfekcionizmusról, meg a kiégésről és a hasonló dolgokról szólt, és ott picit magamra ismertem, hogy, és egyébként pont most az adás után beszéltünk is erről, hogy én néha belül egy-egy apró hibát iszonyú nagynak érzek, és utána, amikor mondjuk visszanézem, vagy visszahallgatom, akkor látom, hogy hát ez még fel se tűnik valószínűleg a hallgatóknak vagy a nézőknek. Viszont én belülről nagyon-nagyon nehéznek és rossznak érzem, és szégyellem magam, és gyötrődöm, hogy ah, Istenem, hát azt miért nem tudtam jól megcsinálni, szóval lehet, hogy van bennem egyfajta maximalizmus, de én azért nem gondolom magamról, hogy én csak a tökéleteset vagyok hajlandó elfogadni bármiben is. Ilyenkor a félelmed egyébként visszavezethető valamire, hogy attól rettegsz, vagy az jelent kellemetlenséget, hogy megítéltetsz mások által, vagy egészen más okok keresendők ebben? Sokat gondolkodtam ezen, hogy minek köszönhető ez, meg hogy miért félek attól, hogy valaki megítél, rossz véleményt mond, mert egy részem az el tudta engedni ezeket, tehát azért szerintem, amikor az ember országosan ismert lesz, akkor az elején, aki lelkisebb típus, nyilván nem mindenkire vonatkozik, de egyébként szerintem az emberek 90%-ára azért mégiscsak, az nehezen kezeli a negatív visszajelzéseket, és mindenkinél van. Tehát aki minél ismertebb valaki, annál több nyilván a pozitív visszajelzés is, meg a negatív is, de hát a negatívra azért szerintem jobban figyelünk sok esetben. Tehát hogyha jobban mondjuk van 20... az emberben, igen.
Igen, tehát hogy ha van 20 komment, amiből 19 jó és egy rossz, akkor a 19 jót azért hajlamosak vagyunk egy kicsit így a szőnyeg alá söpörni, és az egy rosszra koncentrálunk. Úgyhogy ez nekem is megvolt az elején, és mostanra már el tudtam engedni azt, hogy ki mit kommentel, kinek mi a véleménye, de közben meg, hogyha kollégákat veszünk, vagy olyan embereket, akik ugye szorosabban a környezetemben vannak, és nem volt idegenek, akkor azoknak meg a véleménye az mindig egy kicsit jobban fáj, hogyha mondjuk rossz. Nem, egyébként nem jut eszem, most gondolkodtam, hogy volt-e olyan, amikor ez történt, és nekem bennem maradt, és mély sebet ejtett. Nem jut konkrét példa ilyen az eszembe, meg hál' Istennek most olyan hiba sem jut eszembe, amit én nagyon-nagyon rossznak élnék meg így több év távlatából is, de valahogy mindig ezektől tartok. Tehát ha például sajtótájékoztatót tartok, most jövő héten pont lesz egy, akkor ott még jobban izgulok, mert ott azt érzem, hogy nem olyan idézőjelben civilek vannak. Igen, hasonlót, ugye? És hogy más szemmel firtatják azt, ahogy szerepelsz azon a színpadon, vagy adott esetben a mikrofon mögön. Igen, és hogy mondjuk ott egy botlás, az lehet, hogy picit nagyobb, vagy legalábbis én nagyobbnak érzem, mint hogyha mondjuk, nem tudom, sima nézők vannak, most idézőjelben a sima nézőt mondom. Szóval, hogy ilyen szituációkban is szerintem kicsit máshogy viszonyulok saját magamhoz is. Miközben készültem a beszélgetésünkre, azért próbáltam az elmúlt éveinket, már amennyire van közös múltunk ilyen értelemben, de végigpörgetni magamban. És ugye megnéztem számos interjút veled, meg elolvastam az aktualitásokat is természetesen, és visszapörgettem körülbelül olyan nagyjából 8-10 évvel ezelőttre a te szakmai pályafutásodat, amikor a Viváról átkerültél ugye a TV2-re, a nagy duettes szereplésed volt talán az első. És akkor az volt, hogy iszakeszti volt mindenhol igazából, tehát nagyon sokat lehetett róla tudni, beleláttunk a szakmai életedbe, beleláttunk a magánéletedbe. Aztán az elmúlt években ezt te tudatosan, ezt tudom tőled is, rólad is, mert egyébként nagyon sok interjúban el is mondod, hogy nem szeretné magánéletről beszélni, kizártad a sajtót az életedből. Mi volt az a pont, ami miatt te ezt így eldöntötted? Tehát amikor tényleg a szakmával együtt jár valami, és egy kicsit viselnünk kell ezeket a dolgokat, akkor hol jött el annak az ideje, amikor te azt mondtad, hogy ezt nem szeretnéd, sokkal inkább a szakmai oldal felé szeretnél fordulni, vagy nem tudom, hogy volt-e egyáltalán ennek ilyen gondolatisága, csak kizárólag az volt a fontos, hogy a magánéletről ne beszéljetek, és nem szeretnél nyilatkozni. Hú, ennek nagyon sok összetevője van az én életemben, meg nagyon sok fázisa is volt. Én amikor bekerültem a Vivához, iszonyatosan hamar kerültem be a főműsoridős nagykereskedelmi tévék műsorába. Tehát én novemberben kezdtem, november 2-án, 2010-ben akkor kötöttem a szerződésemet a Vivával, és én szerintem decemberben már az RTL-ben voltam egy főműsoridős nagyműsorban, és akkor utána év elejétől, talán áprilistól, meg ugye a TV2-nek a Nagy Duett című műsorában, ami akkor óriásit robbant. Az volt az első, iszonyatosan sokan nézték, és egyik pillanatról a másikra lett ismert a nevem, mert a Vivát is sokan nézték, de hát azért az egy szubkultúra volt, aki azt a fajta popzenét és mainstream zenét szerette, az ismerte a nevem. Viszont a TV2 és az RTL-nek köszönhetően egyik napról a másikra tudták, hogy ki iszakeszti. Most ezt mindenféle ilyen nagyképűség nélkül akarom. Tehát, hogy nem úgy volt. Értem, de hogy akkor még 2010-ben ez tényleg egy ilyen robbanásszerű dolog volt, és nem tudtam, hogy viszonyuljak ehhez, nem az emberekhez, hanem magához, a bulvárhoz. És én azt gondoltam akkor, hogy ha én jó fej vagyok a bulvárral, ők is jó fejek lesznek. Na hát ez egyáltalán nem így van. Semmi köze kettőnek egymáshoz. Szerintem, aki bármilyen szinten is volt a bulvárban, ezt alá tudja írni, hogy itt nem ezen múlik. Itt azon múlik, hogy ők mennyit bőrt tudnak rólad lehúzni. És én nekem nem volt kényelmes. Van, akit egyáltalán nem zavar, aki kevésbé lelkis típus, és abszolút hidegen hagyja, hogy mit írnak róla, milyen sűrűséggel, sőt, még van, aki örül is neki, és nincs ezzel semmi baj, csak én rájöttem időközben, hogy nekem ez egy stresszfaktor az életemben. Tehát az, hogy tudjuk, hogy kattintásvadász címeket adnak a cikkeknek, nem feltétlen az szerepel a cikkben, mint ami a címéből sejthető, és nekem ez nem volt komfortos, nekem nagyon sok stresszt okozott. Időközben ugye, hát ez nyilván sokkal később jött, mint ahogy én eldöntöttem, hogy nem fogok bulvározni, meg is betegedtem. Nem biztos, hogy most ennek a folyamánya ez, de lehet, hogy ez egy része volt annak, hogy mondjuk nekem fizikai tünetei lettek bizonyos dolgoknak. Szóval én körülbelül 2015-ben jutottam el oda, hogy nekem nem ad semmit úgy a bulvár, ami miatt nekem
jó lenne benne lenni. Tehát nyilván elkerülhetetlen, meg vannak olyan részeit, most azért én nem akarom azt mondani, hogy jó, a bulvár rossz, mert hogy nem mindenkinek, meg nekem sem minden részből, mert nagyon szívesen megyek el egy jótékonysági eseményre, és az ott nem zavar, hogyha erről írnak, vagy hogyha a recept oldalamról van szó. Tehát, hogy nekem is nyilván van ennek egy jó oldala, csak általában azt vettem észre, hogy ezek kevésbé érdeklik a bulvárt, meg úgy az embereket, hanem inkább az, hogy kinek mi van a magánéletében, és mi rossz neki, mi jó neki, és a többi, és a többi. És igen, ilyen 15-16 tájjal jutottam el arra, hogy én nem tudom ezt jól kezelni, nekem nem komfortos, és rossz érzést okoz bennem, és összeugrik a gyomrom már, hogyha bizonyos számok hívnak, ezért én amennyire tudok, hátra lépek ettől az egésztől, nyilván teljesen nem lehet, meg nem is akarok, tehát nagyon szívesen elmegyek egy hashtag bocskorba, ahol bulvár témákat érintünk, de ott például el tudják ezt fogadni, hogy én nem beszélek a magánéletemről, és ilyen minimális kérdést tesz fel mondjuk a Gábor ezzel kapcsolatban, ami tudja, hogy nekem még nem kényelmetlen. Van olyan tévéműsor, ahol a mai napig nem értették, meg hiába kértem őket nagyon sokszor, hogy persze nagyon szívesen elmegyek beszélni erről arról, meg egy harmadik dologról, de arról, hogy eljegyzés, meg családalapítás, nem, és a mai napig megkérdezik. És azt például nem tartom annyira tiszteletteljesnek, mert... Mi okozza ebben egyébként a legnagyobb feszültséget benned? Mondtad, hogy nem komfortos, mert ugye van ennek, mindig két oldala van, nem? Szívesen megosztja az ember az örömét és a boldogságát. Amikor meg a szomorúságról és a csalódásról kell beszélni, akkor sokan bezárkóznak. Ezek ugye általában a szakításnál szoktak számottevőek lenni. Addig mindent nagyon szívesen, itt van egy mikrofon, beleütöttem ilyet a mikrofonba, csak a hallgatóknak mondom, hogyha hallottak valami koccanást. Szóval, hogy addig azért úgy szívesen megosztjuk a magánéletünknek ezt a szegmensét, majd amikor csalódás ér minket, akkor olyan szinten elzárkóznak sokan, és nekem mindig van ebben egyfajta ellentmondás, hogy mintha nem lenne meg a balansz ebben az egész helyzetben. És mondjuk nálad is volt, hogy örömmel megosztottad a magánéletednek egy boldog részét most ugye az elmúlt időszakban, de közben többet nem akarsz róla szólni, szóval, hogy van ebben azért egy pici ellentmondás, miközben értem is a háttérben lévő okokat. De ezt ilyenkor magadban hogyan szoktad végigvezetni? Nekem azért nincs benne ellentmondás, mert én annyit akarok kommunikálni, amennyit kommunikálok. Tehát, hogyha én azt akarom elmondani, hogy utána nekem ne legyen ebből kellemetlenség, hogy rajtam van egy gyűrű, hogy eljegyeztek, és tök boldogok vagyunk, akkor ennyi, és pont. És nem akarom azt, hogy hogyan történt, és mikor, és ki mit szólt hozzá, mert azt már szeretném magunknak megtartani. Szóval, hogy azért azt tudom, hogy nullára nem lehet leredukálni ezeket. És én például hónapokig úgy jártam a tévéműsorokban, mert azért az eljegyzéstől kezdve, amíg mi ezt így nyilvánosságra hoztuk, eltelt azért egy jó pár hónap, hogy 8 gyűrű, és figyelnem kellett arra, hogy ne legyen az, hogy akkor most... Trükköztél tényleg? Aha. Igen, mert ezt figyelik. Tehát ezt az újságírók figyelik, hogy ha valaki kapcsolatban van X ideje, akkor tudod már előre látható, hogy valószínűleg valamikor lesz majd egy eljegyzés. Uh-huh. És tudod, hát nyilván tudják, hogy mit kell figyelni, melyik újat, melyik kézen. És én nem akartam, hogy most azért, mert elmegyek egy reggelibe, vagy elmegyek a hashtag bocskorba, vagy valahova, mert most nyilván az utcán azért kevesebb esélye fogják észrevenni, hogy leveszem a ristáját a polcról a hipermarketben. De hogyha már ugye tévéműsorba megyek, akkor ott már azért ez kiszokták szúrni. Hát most nem csak rólam van szó, hanem azért rengeteg példát láthatunk az elmúlt években ezzel kapcsolatban, meg erre. Úgyhogy ott például trükköztem. És akkor úgy voltam vele, hogy most azért hónapok után nem akarok ezzel trükközni. Kényelmesebb az, hogyha mi is kommunikáljuk, hogy jó, igen, ez megtörtént, és boldogok vagyunk, de ennyi, ennél többet nem szeretnénk elárulni. Igen, mert a megélésem veled kapcsolatban mindig az volt, hogy azért iszakeszti van. Tehát látlak itt ott megjelenni, részt veszel interjúkon, reggeli beszélgetés, hogy nagyon aktív vagy a közösségi oldaladon, tehát hogy tényleg ez egy nagyon-nagyon kettős felállás. Az, hogy te visszavettél a bulvár megjelenésekből, az a te karrieredben okozott egyébként bármiféle hátralépést? Szerinted? Kíváncsi vagyok így a véleményedre. Hát figyelj, hogyha úgy nézzük, hogy sokat, nyilván értelemszerűen sokkal többet tudnék szerepelni tévéműsorokban, és akár műsorvezetőként is, hogyha én nyitottabb lennék bulvár szempontból, az biztos, hogy így van. Csak én sosem voltam az a típus, aki 20 körömmel ragaszkodott a tévének ahhoz az oldalához, ahol látszik. Tehát én tök jól el vagyok azzal, hogyha például mostanában, ami a napjaimat kiteszi, hogy én otthon főzök, és akkor utána lefotózom, meg megstylingolom, meg posztot írok hozzá. Tehát bennem sosem okozott az feszültséget, hogy nem vagyok
vagyok annyit képernyő, mint amennyit mondjuk tudnék, hogyha minden áron ezzel szeretnék foglalkozni. Én hoztam egy pár éve egy döntést, és úgy voltam vele, hogyha van olyan felkérés, amit szívesen megcsinálok, és egyébként volt is, akkor azt tényleg gőzerővel vetem bele magam, de hogyha éppen nincsen, akkor én nem fogok abba belegebedni, hogy úristen, nem vagyok képernyőn egy évig, vagy két évig, vagy ki tudja meddig, vagy két hónapig, és akkor mi lesz velem, mert eltűnök a süllyesztőben. Ha így alakul, akkor ez is valahol az én döntésem volt. Szóval biztos, hogy többet tudnék szerepelni, többet tudnék keresni, több lehetőségem lenne, hogyha egy picit nyitottabb lennék ebben, csak én ezt mérlegre tettem, és úgy éreztem, hogy nekem nem érez annyit, hogy utána stresszeljek, rossz érzésem legyen, ne tudjak aludni, ne tudjak elni, mert nekem például ezek tünetei a stressznek, hogy nem tudok aludni, és nem tudok elni, tehát amikor elkezdek fogyni, akkor mindig észreveszem, hogy akkor most valami nem jó, tehát valamiben nem a jó irányt tartom, mert én a stressztől rögtön elkezdek fogyni, és hogy ott nekem ez egy ilyen lámpa, ami felkapcsol a fejemben, hogy na akkor most nézzük meg, hogy mi is az oka ennek. És tudom, hogy például ez egy stresszfaktor, hogyha nagyon bele akarnak esni az életembe, vagy valami ilyesmi történik körülöttem. Mind a ketten elég sok szálat égetünk így a magánéletünkben és a szakmai oldalon egyaránt, és hát ez rá hatványozottan igaz egyébként, azt gondolom, tehát tényleg most már csak a saját szempontomból mondom, hogy csak egyetlen egy dolog hiányzik az életedből, és azt ki fogod maxolni teljesen, de akkor menjünk bele ezekbe a szálakba. Néztem a kis munkásságodat, hogy mi mindennel foglalkozol, és egy érdekes dolog is egyébként szöget ütött a fejembe, kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz erre mondani. Emlékszem egy beszélgetésünkre, egy stúdióban voltunk, reggeli műsorban találkoztunk, és úgy finoman utaltál rá, hogy most a háttérben készülsz egy picit a kozmetikaiparra betörni. Mondhatom ezt így, akkor nem, mert hogy kíváncsi vagyok, hogy mi lett ezzel a tematikával. Aztán akkor jött ki a saját ruha kollekciód és a saját márkád, közben akkor indítottál egy YouTube csatornád, és akkor neked még a színészet is ugye egy nagyon fontos etapja volt az életednek. Viszont ezzel együtt, hogy tudom, hogy nagyon-nagyon sok oldalú vagy, és nagyon sok mindenbe belevágsz, mégis azt látom, hogy nincs meg a kozmetikai márka, amit szerettél volna, mi lett a ruhamárkáddal, tehát hogy valahogy véget is érnek ezek a dolgok így az életedben, hogy csapongó vagy, nem találod még a helyedet, keresed, hogy mi az, ami igazán te vagy, vagy egészen más okai vannak annak, hogy valamibe belevágsz, és az aztán véget ér. Hát a kozmetika márkába például még nem is vágtam bele, tehát az 80%-osan lett kész, amikor a Covid-be ütött. Mondhatjuk, ugye, hogy miről van szó egyébként? Próbáltam nagyon óvatosan fogalmazni, mert nem akarom soha ilyenkor lelőni egyébként, hogyha még titokba szeretnéd tartani. Hát még nem. Nem szeretnék, mert azért, mert hogy még a 20%-a viszont, tehát itt már csak olyanokról beszélünk, hogy grafikai tervezés, megvannak az üvegcsék, megvan, minden le van engedélyeztetve, tehát igen, ez egy kozmetikai márka lesz majd, csak ugye még mindig nem jutottam el a végére, és egyébként rátapintottál a lényegre, ami az életem fő problémája. Hát végig is igen, mondhatjuk, és ezt nem is szeretem magamban, hogy tényleg én egy fenékkel 15 lovat szeretnék megülni, és valamiért mindig azt gondolom, hogy egy nap az nem 24, hanem 56 órából el, és nem sikerült rájönnöm 34 éves koromra sem, hogy ez nem így van. És valamiért mindig azt hiszem, hogy bele fog férni az időmben, és annyira tudod, elkezdek egy csomó mindent. A ruhamárkát azt például imádtam, tehát azt ugye 4 évig csináltam is, és nagyon-nagyon szeretem, és szerencsére jók voltak a visszajelzések, de megmondom őszintén, hogy én arra jutottam, hogy Magyarországon nagyon nehéz úgy ruhát gyártani, hiszen nagyon magasak a költségei, hogyha az ember nem Kínában gyártatja, vagy Ázsiának azon a részén, ahol olcsóbb az előállítás, akkor ahhoz, hogy nekem létrejöjjön egy ruha, és utána azt el tudjam normális áron adni, ahhoz annyira magasan kell adnom, és még akkor a 27%-os áfáról ugye nem is beszéltünk, hogy az már nem biztos, hogy egy magyar embernek megéri. És nem biztos, hogy vesz 35.000 forintért nyári ruhát, úgyhogy én azon nem 30.000-et keresek, hanem mondjuk teszem azt 5.000-et. És akkor van, tehát hogy nagyon nagy az előállítási költsége, nagyon sok anyag marad meg az embernek, akár ruha, akár métere, tehát hogy textil, stb. Hogy úgy éreztem egy ponton, hogy én ezt most egy kicsit vagy jegelem, vagy ezt most így egy picit leteszem magamnak, mert
azt éreztem, hogy azt az időt, amit erre szánok, és ez egy nagyon komoly idő volt, mert tényleg mindent átolcett igényt csináltam, most a varrást leszámítva, azt az időt bele tudnám tenni egy olyan dologba, ami nekem lehet, hogy hosszú távon kifizetődőbb. És ez egy tök jó hobbi volt, tehát hogy ezt mindig próbálok úgy gondolni rá, hogy ez olyan volt, mint hogyha elkezdtem volna rezinártozni, vagy festeni, és akkor tudod, ebben kihetem a kreativitásom, abszolút nem bánom, hogy megcsináltam, és imádtam, és szerencsére annyira jó visszajelzések voltak ezzel kapcsolatban, hogy a mai napig, ha rá gondolok, jó érzéssel gondolok rá, nem úgy, hogy hú, most elbuktam, hanem hogy csináltam valamit, ami ettől eddig tartott, és 4 évet mondjuk nem elvett az életem, hanem hozzáadott az életemhez. Szóval nincs bennem egy ilyen hiányérzet. Persze ettől függetlenül nagyon örülnék, ha valamikor még tudnám csinálni, mert nagyon jó volt a kreativitásom kiélésének, de hogy ha ez csak így marad, és az a 4 év volt az életemben ezzel kapcsolatos, akkor ennyi volt, és közben mégis jót ad. A többi dolog, igen, hát mindegyik még így a levegőben van nekem, például a YouTube csatornámat, hogy feléleztem, mert hogy ott is volt ugye egy ilyen kis tartalmam, ami ugye a Gardrób Tour névre hallgatott, és ismert nőkhöz mentem el megnézni, hogy mi van a gardróbjukban, és akkor voltak ilyen kis finom kis fűszerezések benne, hogy mi az a legrégebbi darab, ami a szívükhöz nőtt. Szóval azt is nagyon szerették, meg én is nagyon szerettem gyártani is, de azért tehát ezt te tudod a legjobban, hogy amikor a YouTube-ra gyárt az ember tartalmat, az nem abból áll, hogy odáll a kamera elé 5 perc alatt elmondja, amit kell, és akkor megvan már az egész műsor, hanem azt kitalálni, leszervezni, összevágni, hang alá mondani, hogyha éppen azt is szükségli, ezt a gyönyörű magas szóval mondna, tehát az is igényli ez a műsor, tehát ez egy nagyon komplex dolog, szóval, hogy az is még így benne van a levegőben, de most próbálok rangsorolni, hogy mi az, ami a legfontosabb az életemben, és minden mást ahhoz igazítani. Na és akkor hol tart most a rangsorod? Hát most a rádió egy picit ilyen szempontból megborítottam, mert hogy ez most nagyon fontos lett, hogy ezt tényleg, ha már csinálom, jól tudjam csinálni. Mellette azért különböző műsorokat is csinálok. Ugye tavaly volt a Zöldgöm nevű környezetvédelmi vetélkedő, ami egyébként a TV2-n ment le, ez egy ilyen külső gyártott műsor. 2 hónapig ment ez egy, hát ahogy ugye így a nevéből is sejtett, hogy tényleg ez arra megy, hogy minél jobban tájékoztassa, edukálja az embereket a környezetvédelemmel kapcsolatban, játékos formában. Nagyon szerettem csinálni, ezt valószínűleg idén is megcsináljuk. Ezen kívül ugye tavaly volt még az MTV EMA, a European Music Awards-nak ugye az magyar MTV-n egy műsora, ahol én a magyar jelöltekkel interjúztam, ott beszélgettünk. Szóval, hogy egyébként csinálok ilyen dolgokat, aminél azt érzem, hogy ezt úgy érdemes csinálni, és szeretem. És nagyon sokat ad, azon kívül, hogy persze fárasztó egy ilyen, de közben meg mégis nagyon-nagyon feltölti az embert. Szóval ezeket csinálom továbbra is, úgyhogy a háttérben azért nagyon sok olyan dolog van, amit az emberek nem látnak, de közben azért nekem így kitölti a napjaimat. Millió egy dolog. Tehát én most a felsorolásban elfáradtam, hogy őszinte legyek, de hát, hogy még mindig az van, hogy hát nem 15 lovat, hanem 115 lovat akarsz megülni. Nem szelektálsz? Vagy mi van a fiász attól egyébként, hogyha valamelyiket elengednéd, akkor jönne egy kis kiüresedés, hogy lenne ott egy hír, vagy hogy nem tudnád igazán megélni magadat? Vagy mi ez az 1000 lángon égek 115 ezer lovon, és nem csak egyen mondjuk? Hát, na ez a probléma, amire nem sikerült rájönnöm, hogy vajon miért van ez az életemben, úgyhogy ezt tök jól látod, mert tényleg ez van nekem is, Dani is, a vőlegényem is egyfolytában ezt mondja, hogy figyelj, kicsit nyugodj le, nem kell ez a így hív a barátnő is, Lívia, és egy kortizol eszti, mert tényleg egyszer mindig van bennem ez a stressz, hogy jó, na, gyerünk, csináljuk, nem lehet haszontalanul tölteni egy napot, és amúgy emiatt én ezt már elhatároztam 2 éve, hogy jó, kicsit lehiggadok, nem kell nekem 7-ből 7 napot folyamatosan tevékenynek lennem, meg kell engednem magamnak azt, hogy picit pihenjek. Lehet, hogy egy napot csak Harry Potter maratont kéne tartanom egy vasárnap, és semmi másra nem foglalkozni, csak azt, hogy megnézem 36-odjára is a Harry Potter összes részét, de egyszerűen néha hát néha, mindig. Egyelőre mindig, igen, tehát hogy ki kell, hogy javítsalak. Igen, hogy mindig jön egy ilyen, hogy délután 2-ig mondjuk el vagyok, és utána nem, jó, ezt, na jó, most eleget henyéltél, gyerünk, csináljuk, és ezt nem szeretem magamban, és ezt próbálom megváltoztatni, és a környezetemnek se feltétlenül jó ezt elviselni, hát hogy igen, én ilyen vagyok. Pont ez jutott eszembe, hogy azért például erre neki is rá kell tudni csatlakozni, meg neked is ügyesen kell benne balanszíroznod, ami megint nem egy könnyű feladat. Tehát a munkahegyek mellett még figyelned kell a magánéletedre is, tehát hogy azért ezek extra kihívásokat rejtenek minden esetben magukban, nem? Abszolút, úgyhogy nekem ezt tudatosan kell egy kicsit visszahozni egyébként ebbe a mederbe, hogy például a magánéletre, meg a barátaimra, a családra, mindenkire a környezetemben figyelj.
beszéljek, mert hogy nekem engem annyira be tud sodorni a munka, meg így be tud darálni, hogy sokszor így le kell állítanom magam, és tudatosan figyelni. Ebben már egyébként egyre jobb vagyok, azt nem mondom, hogy a végén vagyok a célnak, és hogy most fogok befutni, és most szakítom át azt a szalagot, hogy most már iszak ezt így tök jó, és le tud nyugodni, és tud koncentrálni, mert azért még messze vagyok attól, amilyen szeretnék lenni, de sokkal jobb. Tehát most már azért tényleg sokkal több időt fordítok arra, hogy odafigyeljek a szeretteimnek a... Tehát eddig is azért figyeltem, szóval most nem akarom azt mondani magamról, hogy hú, hát eddig egy nem törődöm alak voltam, mert azért ez így nem igaz, de tudom, hogy abban is tudnék jobb lenni, és szeretnék is jobb lenni. És tudom, hogy most ez a munkapörgés, ez egy darabig tart, és akkor utána én már tényleg a családra szeretnék úgy koncentrálni, hogy ne érezzem hiányát annak, hogy előtte nem éltem meg azokat a dolgokat, amit mondjuk karrierben szeretnék megélni. Be tudnád áldozni egyébként, hogy érzed magadban a család oltárán mindazt, amit most itt felsoroltál? Nekem ilyen szempontból egyébként a COVID és a karantén sokat segített, mert most függetlenül attól, hogy tényleg az előbb elmondtam, hogy mindent akarok csinálni, és párhuzamosan 15 lovat megülni, de közben meg az elmúlt két év nagyon sok mindenre felnyitotta a szemem. Például, amikor be voltunk zárva, akkor arra, hogy azért nem áll meg a világ, és nem fogok meghalni, hogyha nem csinálok 5 dolgot egyszerre legalább. Tehát, hogy túléltem a karantént, és nem haltam vele abba, hogy nem voltak feladataim, legalábbis nem annyi, mint manapság, meg ami előtte volt 10 évig. Szóval én azt gondolom, hogy igen, én sosem leszek, abban biztos vagyok, sosem leszek teljesen 100%-ig otthon ülő nő, aki csak anyuka, mert nekem egyszerűen szükségem van arra, hogy mellette azért csináljam a dolgokat, és azt érezzem, hogy a karrierem is ott van még, de mondjuk vissza fogom tudni úgy szorítani szerintem, hogy ez a lehető legjobb legyen a családomnak. Tehát, hogy azt érzem, hogy én azt az energiát, amit most abba fektetek, hogy minél sikeresebb legyek, azt én át fogom tudni ültetni abba, hogy a lehető legjobb anyuka szeretnék majd például lenni, meg jó feleség, meg minden. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy biztos, hogy lesznek nehéz pillanatai, mert az anyaság azért nem könnyű, tehát hogy ezt te tudod. Akarsz interjúzni? Szerintem erről tudnánk nagyon sokáig beszélgetni. Én ugye még nem a tapasztalati szempontból, de hát azért én is látom a környezetemben, hogy nagyon nehéz balanszírozni azzal, hogy akkor a nő legyen anyuka, feleség, legyen karrierje, de azért minden otthon is el legyen végezet. Tehát nagyon-nagyon nehéz lehet, és biztos, hogy nekem is nagyon nehéz lesz, de ha úgy alakul, akkor én nem, már azt érzem, hogy olyan sok mindent csináltam életemben, hogy nem lesz baj az, hogyha én pár évig mondjuk otthon vagyok, és arra fókuszálok, hogy a gyerekemnek a legtöbbet, meg a gyerekeimnek a legtöbbet adjam. Egyébként azt gondolom, hogy vannak emberek, van olyan típusú személyiség, akit az pörget, ha millió egy dolga van. Legalábbis például ezek alapján téged is egy picit ilyennek tartanak, de magamból kiindulva biztos. Tehát én attól vagyok rosszul, ha azt érzem, hogy nincs dolgom. Uh-huh. Azt kezd el igazán frusztrálni, uh-huh. Ezért én is mindig mindent besűrítek egy napba, és aztán rájövök, hogy ez valóban nem 36 órából áll. Viszont mindeközben azon járt az agyam, hogy te milyen családképet hozol otthonról. Tehát azért egy picit szerintem nem akarok pszichológiai mélységekben elmenni, bár ugye, ha jól tudom, te is egy kicsit spirituálisabb beállítottságú vagy, szóval biztos, hogy foglalkoztál ezzel a kérdéssel, hogy ez az őrült nagy tempó, amit diktálsz, ez hova vezethető vissza? Otthon ezt látod? Anyukád mondjuk egy ilyen ezer lángon érő típusú ember, vagy apukád volt ilyen? Valahogy... Vagy pont az ellenkezője már, bocsánat, hogy így a szabadba vágok. Hát anyukám rengeteget dolgozott, de ő azért, mert muszáj volt, mert ő ugye egyedül nevelt fel minket, szóval ő nem egy belső indítatásból csinálta szerintem mindezt. Alapvetően azért ő is ilyen jövős menős volt, szeretett mindig utazni, új embereket megismerni, de nem tudom, hogy ki lehetett az a családomban, aki olyan, mint én tök más vagyok. De igazából az öcsém is nagyon más, szóval így nem tudom, én ezt így családilag abszolút nem tudom visszavezetni. Talán egyébként a nagymamámra hasonlítok leginkább, ő volt az, aki így szeretett sminkelni. Anyukám például nem ez a típus, tehát ő ilyen szempontból kicsit fiúsabb volt mindig is, de a nagymamám volt az, aki úgy nagyon pörgött, de még ő sem ennyire, mint én, de hát nyilván ő egy egész más korban nőtt fel, tehát hogy nehéz összehasonlítani azért egy 1927-ben született embernek az életét azzal, mint ami ma van. De úgy nem tudok példát mondani a családomból erre. És hogyha már arról van szó, hogy mondjuk anyukád egyedül nevelt titeket, akkor mondjuk az apukád mennyire volt jelen az életetekben, hogy felé például egyfajta, nem bizonyítási vágy, utálom ezt a szót egyébként, hogy bizonyítási vágy, de mondjuk egy ilyen kis szárnycsapás, hogy ha hó, itt vagyok, vegyél észre, lássál. Mi apukánkat
Viszonylag korán elvesztettük, szóval... Bocsánat, nem tudtam, szóval, hogy apukádat te elveszítetted. Igen. Az történt, hogy egy válás, és akkor ők külön mentek. Hát, 12 éves volt, amikor külön mentek, de utána el is veszítettük. A kettő között nem sokat találkoztunk, nem sokat beszéltünk, szóval nekem nyilván ez is egy hiány valószínűleg az életemben. Tehát, hogyha pszichológiát nézzük, biztos, hogy hatással volt ez rám. Nem is nagyon szoktam egyébként beszélni pont ezekről sem, mert ezt is már ilyen nagyon személyesnek érzem, meg hát ugye itt, amikor nem csak rólam van szó, hanem más embert is érint, azért mindig az egy nehezebb terep szerintem, hogy úgy beszéljen az ember. Úgyhogy erről azért is nem sokat tudni, hogy, uh-huh. hogy mi történt apukámmal, hogy volt ez az egész, mert hogy szándékosan ezeket is picit így kívül tartottam az iszakeszti képből. Úgy érzed, hogy ezzel kiadnád magadat, és sérülékenyé válsz? Hát, figyelj, nem ezért. Egyébként biztos, hogy az is van, hogy az ember sérülékenyével ad támadási felületet is. Most nem gondolom, hogy bárki ezzel akarna támadni, de hát persze bármivel lehet az ember támadni. Nem ezért, hanem csak úgy. Egyrészt tiszteletben tartom azokat az embereket, akiket ez érint. Most függetlenül attól, hogy apukám ugye már nincs köztünk, tehát ő nem hallja ezt, de hogy egyszerűen akkor is ezt így igyekszem tiszteletben tartani. Anyukám felé, az öcsém felé, a nagymamám felé, az apukám felé, hogy azt a minimális információt, amire én azt gondolom, hogy ezt elárulhatom, azt elárulom, viszont itt is van egy pont. Lehet, hogy ebben egyébként én vagyok túl szigorú, mert tudom, hogy más-más, hogy áll ezekhez, és én azt nem mondom, hogy az rossz, abszolút, tehát én soha nem ítéltem el senkit azért már, hogy megmutatja a gyerekét, vagy nem mutatja meg, vagy beszél a szüleiről, vagy a nehézségeiről, vagy a párkapcsolatáról. Egyszerűen én így nem érzem ezt magaménak, hogy én most ezekről beszéljek nagy nyilvánosság előtt. De nem arról van szó, hogy mondjuk te elásod magadban. Tehát, hogy ettől függetlenül neked van egy olyan oldalad, ami azzal foglalkozik, hogy ezeken lelkileg keresztül menj? Igen, én sokat foglalkoztam ezzel. Én alapvetően a pszichológiával szerettem volna régen foglalkozni. Én arra is jelentkeztem, amikor ugye érettségiztem. Aztán egész máshogy alakult az életem, és mindegy rossz döntések sorozata volt, hogy aztán én teljesen máshol kötöttem ki, és most másból van diplomám. Amit nem, valahol nem bánok, tehát a PR marketing is mindig érdekelt, és megtaláltam magam benne, és egy egész más oldalról, meg hát amikor én még ugye diplomáztam, pedig nem volt olyan nagyon régen, akkor például social media nem volt. Tehát akkor nem ott reklámoztak leginkább a cégek, hanem tévéreklám, rádióreklám, kültéri plakátok, és a többi, és a többi. Tehát, hogy az már egy kicsit átalakult az a tudás, de kiegészült egyébként nekem. Ettől függetlenül én a pszichológia irányába szerettem volna annó elmenni. Lehetséges, hogy azért nem baj, hogy nem történt ez meg, mert hogy akkor nem tudtam volna amellett azért csinálni a tévézést, az utazásokat, ugye annól még, amikor modellként dolgoztam, mert azért ez egy sokkal komolyabb. Tehát, hogy ez azért a pszichológia, az sokkal több időt igényel szerintem, mint mondjuk egy kommunikáció, egy PR marketing, azok is nyilván... Talán lelkileg neked személy szerint, nem? Tehát, hogy szembe kell nézni az embernek olyan dolgokkal, amikkel nem feltétlen szeretünk szembe nézni, meg azt tudjuk, hogy onnantól kezdve lehet akár egy hosszabb folyamat is. Lehetséges, igen, de közben meg valószínűleg nem véletlenül érdeklődtem az iránt. Tehát én tudtam, hogy magamban is akarok megoldani dolgokat. Szerintem az embereknek egy része, nem azt mondom, hogy mindenki, de a pszichológusoknak egy része először azért fordul a pszichológia felé, mert magát szeretné meg a saját helyzetét egy picit megoldani, és akkor utána ez így kibővül ez a tudás, meg kibővül ez az érdeklődési kör. Most általánosítottam, nyilván nem mindenkire igaz, de én találkoztam olyannal, akire ez igaz volt, és valószínűleg nekem is ez volt az első belső indítatásom. Rengeteg pszichológiai könyvet olvastam, nagyon sok cikket ezzel a témában, beszélgetést hallgattam, előadásokra jártam. Szóval én tisztában vagyok vele, hogy valószínűleg ez nem egy véletlen érdeklődési kör volt, hanem először így magamat akartam, meg a helyzetemet a világban analizálni, és jártam is pszichológushoz, szóval, hogy nekem ez nem egy ilyen újdonság, meg nem egy olyan dolog, amire azt mondom, nem, hát nekem nem. Én tudom, hogy az emberek nagy részének egyébként szüksége lenne a mai világban pszichológusra. Neked mi adja az életedben ezek alapján a kapaszkodókat? Hova tudsz mindig visszanyúlni, amikor esetleg úgy érzed, hogy most egyszerűen nagyon jó szót használ erre egy interjútban, hogy talajvesztetté váltál?
Ilyenkor szerencsére nagyon sok ember van körülöttem, aki segít. A barátaim fantasztikusak, tehát ők tényleg mindig ott vannak nekem támaszként. Ugye a párom is iszonyatosan sokat segít, szóval azért mindig van hova nyúlni, meg én azért keresem is ezeket a kapaszkodókat, akár a jogában. Ugye végeztem egy jogaoktatói képzést pont, amikor volt 5 perc szünetem. Folyamatosan visszakanyarodok oda, hogy belül, látok így egy esztit idekint, megismertelek valamilyennek az elmúlt évek alapján meg a közösségi médiában, és ott belül látok egy ilyen kis bolygó hollandit, hogy a kis lelked egyszer ide csapódik, egyszer oda csapódik, és valahogy keresi magának a kitörési lehetőséget. Nem jól látlak? Vagy van ebben azért némi igazság? Van benne némi igazság, igen. Időszakaim vannak, inkább így mondanám. Tehát van, amikor azt érzem, hogy tök stabil minden, és ez, amit akartam, és van, amikor picit azt érzem, hogy most kell egy kis kapaszkodó, kell egy kis segítség. Én nem félek segítséget kérni, se a környezetemtől, se magamtól, se ilyen külső dolgoktól, mint a pszichológus, vagy a jóga, vagy a meditáció. Hiszek abban, hogy mindenkinek vannak időszakai, amikor szüksége van egy külső segítségre, kívül van nagyon erős embereknek, de még talán nekik is néha. Szóval igen, a jóga is. A jóga abszolút egy ilyen volt. Tehát nekem jobban szerettem volna csinálni azt is, magát a mozdulatokat, a meditáció részét, és mindent szerettem volna jobban átlátni, hogy amikor szükségem van rá, és ahhoz nyúlok, hogy most akkor a jóga meg a meditáció kell nekem, akkor ezt minél jobban tudja csinálni, és minél hasznosabb legyen az nekem az az eltöltött idő, amit ezzel foglalkozom. Szóval igen, azt jól látod, hogy a jóga az abszolút egy ilyen szerepet töltött be az életembe, meg tölt be a mai napig. Amikor talajvesztésről beszélünk a te életedben, akkor onnan hogyan tudtál kikecmeregni? Például ez egy nagy felismerés volt nekem az elmúlt években, hogy néha hagyni kell magunkat ebben. Tehát néha hagyni kell, hogy egy picit sajnáljuk önmagunkat. Ne legyen lelkiismeret furdalásunk amiatt, mert most éppen rossz paszban vagyunk egy pár hétig, napig, hónapig, kinek mennyi ideig tart. Tehát, hogy a mai világ az szerintem picit nyomasztja és presszinálja az embert olyan szempontból, hogy nem, na, csináld, gyerünk, kelj fel a padlóról, nem sajnálhatod önmagad, másnak sokkal rosszabb, és a többi, és a többi. És szerintem ez az egyik legrosszabb dolog, amit valakinek mondhatunk, hogy jó, másnak meg még rosszabb, mert mindenkinek a saját nyomora a legnagyobb idézőjelbe. Most nyilván nem feltétlenül nyomornak kell ezt megélni, de hogy attól függetlenül mindenkinek a saját problémái, meg a saját hátizsákja a legnehezebb. És én most már hagyok magamnak ezekre időt. Tehát amikor picit ugye elfáradok le, lelkileg, meg azt érzem, hogy fú, most minden rossz, akkor néha hagyok magamnak erre időt, mert azt vettem észre, meg a környezetem is azt jelezte vissza, hogyha még ilyenkor még erre rá, ezt tetézem azzal, hogy még lelkiismeret furdalásom is van, hogy fú, én most miért siránkozom, miközben nekem minden jó, akkor annál rosszabb lesz, és annál hosszabb ideig tart ez a rossz lét. És van arra egy jó módszertanod, hogy viszont ebből hogy mász ki? Tehát, hogy van egy jó felépített rendszered arra, hogy oké, most megélem, de tudod már az utána és az után következő lépéseket? Általában nem, hanem az idő segít. Tehát én ilyen típus vagyok, mindenki más, tehát mindenkinek meg kell találnia szerintem azt, ami neki a leggyorsabban, meg a legtöbbet adja, és a legtöbbet segíti. Nekem például az, hogy ez egy idő után elmúlik, és akkor újra tudok fókuszálni teljes erőbedobással azokra a dolgokra, amiket szeretnék megvalósítani. Nincs egy bevált módszerem erre, hogy most akkor 2 órát jogázom, utána 3 órát meditálok, és utána még elmegyek futni, meg beszélgetek a barátaimmal, és nem tudom, megeszem egy hamburgert, mert hogy ez ilyet, sajnos még erre a verzióra nem találtam rá, ami fixen segít ilyenkor, és egy nap alatt megoldja a kis lelki problémáimat, meg a gyötredelmeimet, amit ilyenkor érzek. Egyszerűen nekem az segít, hogy eltelik utána pár nap, és akkor már egész más megvilágításban látom a dolgokat. Meg arra is rájöttem, hogy nekem ez sokszor hormonális, tehát amiről ugye már így érintettük, hogy ugye nekem kiderült egy ilyen hormonális pajzsmirigy betegség, és még mellette egy pár dolog. Ez például, ez is segített benne, hogy emiatt se érezzek lelkiismeret furdalás, hogy nekem vannak elég erős hangulatingadozásaim, mert rá kellett jönnöm arra, hogy amikor nagyon stresszes vagyok, vagy rossz kedvű, akkor van olyan, nem minden esetben, de van olyan, amikor ez annak köszönhető, hogy valami belül nem jól működik. Egy picit ezen a vonalon megrekednék veled, és kérnélek, hogy beszélgessünk erről, mert pont az jutott eszembe, hogy érintetted ugye a betegségedet is, amivel az elmúlt, most már 2 évben, ha jól számolom, szembe kellett nézned, bár aztán lehet, hogy ez hosszabban vezethető vissza, onnantól kezdve, amíg végül is mondjuk úgy, hogy a nyilvánosság számára ez köztudottá vált, hogy te szoktál például azon filózni, hogy ez milyen blokkokat
okozott benned, illetve másképp kérdezem, hogy milyen blokkok okozták benned azt, hogy aztán például az endometriózissal szembe kellett nézned? Az orvostudomány mai állása szerint nem lehet tudni, hogy az endometriózis az miből alakul ki. Én szerintem ez nagyon sok összetevős, a táplálkozástól kezdve a lelki dolgokon keresztül, ki tudja, hogy még mi az, ami kiváltó oka lehet. És biztos vagyok benne, hogy nálam is ez egy ennyire komplex dolog volt. Tehát valószínűleg nekem is a lelki része az, hogy például az elmúlt 12 évben bizonyos dolgokat hogy éltem meg, akár a magánéletemben, akár a karrieremben, akár bárhol. Mivel én lelkis vagyok, tudom, hogy én valószínűleg sokkal nehezebben viseltem egy csomó olyan dolgot, amin az emberek nagy része csak így átgördült van, hogy pff, jó, oké, ez van. Én engem bizonyos dolgok megviseltek, ami valószínűleg más nem érintett volna meg, de én ilyen vagyok, és valószínűleg ugyanígy a gyerekkoromtól kezdve sok olyan dolog történt, amit én érzékenyebben fogtam fel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon a betegségek kialakulásának, főleg annak, hogy ez nekem egyszerre jött. Tehát, hogy nekem egyszerre jött három olyan dolog, egyik napról, konkrétan egyik napról, vagy egyik hétről a másikra, aminek semmi jele nem volt előtte, vagy legalábbis én nem ismertem fel. Tehát én tényleg úgy éltem le az életem első három évtizedét, hogy soha semmi bajom nem volt. Tehát én aztán nem kaptam el influenzát, nem voltam soha beteg, semmi, és nekem semmi problémám tulajdonképpen nem volt, most egy-két ilyen allergiát leszámítva, és aztán hirtelen ott találtam magam, hogy egyik hétről a másikra hasimotóm lett egy óriás ciszta a bal pete fészkemben, ami akkor még nem tűnt óriásnak, csak a műtét közben derült ki, hogy azért ez 12 centis, és endometriózis, amikről igazából nem sokat tudtam, hiszen nyilván, hát sajnos a környezetemben azért volt olyan, aki endometriózisban szenvedett, de ugye ezt így érintőlegesen ismertem csak. És akkor ott volt, hogy na, akkor innentől kezdve nekem egy egész más életem lesz, mert hogy nagyon sok mindenben változást kellett eszközölnem, és ugye az első sok után elkezdtem gondolkodni, hogy vajon ez most mi lehet, mert azért az, hogy három dolog jön egyszerre, az nem véletlen. Nyilván ezt mondják is az orvosok, hogy azért ez a három dolog, ez összefügg, tehát pajzsmirigy probléma, ugye a Hashimoto az egy ilyen autoimmun pajzsmirigy gyulladás, az azért nagyon nagyban hozzájárul esetleg egy cisztához, akár csak az endometriózis is, de hogy nem tudni, hogy tulajdonképpen mi váltja ezt ki, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy egyrészt a táplálkozás, mert azért amit én műveltem, azért az se volt egészen normális. Még hogy ez nem látszott meg rajtad egyébként. Hát hál' Istennek nem, szóval ilyen szempontból ezért is volt nehezebb váltani, mert ugye sose voltam rákényszerítve arra, hogy figyeljek, odafigyeljek úgy komolyabban erre az egészre, úgyhogy kicsit nehezebb volt nekem ezt így akceptálni, mint szerintem sokaknak, de persze nyilván az ember a saját egészség érdekében azért oda kell, hogy figyelje, meg nekem is aztán sikerült, de hogy elkezdtem ezen gondolkodni, hogy vajon mi válthatta ezt az egészet ki, és arra jutottam, hogy biztos, hogy ennek azért nagyban lelki okai is vannak. És konkrétumokat találtál az életedben? Tehát azon túlmenően, ez pont az, amit az előbb beszéltünk, hogy oké, az embernél mondjuk felüti a fejét egy probléma, amivel tudja, hogy szembe kéne nézni, viszont ott azon a ponton sokan megrekednek, és nem szeretnek ezekkel szembenézni. Igen, ez volt az egyik, hogy úgy mindent beburkoltam, meg elástam jó mélyre a földben egy darabig, ami ugye problémát okozott, meg belső feszültséget, és akkor elkezdtem ebben is változtatni, meg nyilván a pszichológus segítsége is sokat segített, hogy mert a probléma felismerésével egyébként nem volt gond, mivel nagyon sok pszichológiai könyvet olvastam, sok mindenre rá is jöttem az életemben, hogy mi az, ami nekem problémát okozott, meg problémát okoz, de a megoldásban már nem voltam olyan ügyes. Tehát azt rájöttem, hogy oké, és amúgy sokaknál szerintem ez a probléma, vagy ez az, ami így nehéz, hogy rájönnek, hogy mi az, ami gond, meg mi az, ami miatt ők esetleg megbetegedtek, vagy problémáik vannak az életükben, de hogy hogyan oldják ezt meg, az már egy nehezebb téma, és nekem is ez egy kicsit így nehézséget okozott, meg hát szerintem a mai napig nem vagyok még az utam végén, de voltak olyan konkrét dolgok, például ez, hogy egyrészt nem tudtam nemet mondani, hogyha munkáról volt szó. És most tényleg ugye viccesen beszélgetünk erről így a beszélgetés elején, hogy azért most is nagyon sok mindent csinálok, de ahhoz képest, amit én mondjuk 10 évvel ezelőtt csináltam, hogyha mondjuk reggel, voltak olyan napok, amikor reggel 6-tól este 10-ig dolgoztam, és hogyha még azt mondták, hogy jó, még figyelj, ezt még meg kéne csinálni, akkor azt mondja, hogy jó, oké, hova szúrjuk be? Oké, hajnali 2 és 4 között jó lesz? Tehát most ezt nyilván ez egy kicsit eltúlozva, de hogy ezt csináltam. És most már tudok nemet mondani, tehát pont most a napokban volt egy olyan, hogy hívtak, hogy na, figyelj, ezt akkor az van, hogy most hétvégén be kéne jönni a stúdióba, és akkor egy hangot felmondani vasárnap. És így gondolkodtam, és mondta, hogy
fú, ne haragudjatok, de hogy ez nem fog menni. És meg tudtam volna oldani, ha nagyon akarom, csak már eljutottam arra pontra, hogy nem akarom mondjuk a vasárnapomat, amikor egyébként más dolgok is be vannak már ütemezve, átalakítani azért, hogy akkor én most minden áron megfeleljek mindenkinek, és 100%-ot nyújtsak. Tehát ilyen szempontból, függetlenül attól, hogy a mai napig nagyon sokat dolgozom, és tényleg az van, hogy pörgök ezerrel, már megtanultam nemet mondani, és ez például nekem egy ilyen óriási nagy felszabadulás érzés volt, hogy nem kell mindent megcsinálnom. Tehát, hogy nem fog összedőlni a világ, hogyha én nemet mondok egy munkára például. Amikor ez a sok minden az endometriózussal együtt így a nyakadba szakadt, mint felismerés, mint létező valós fizikai probléma, akkor ez tőled milyen lélek jelenlétet igényelt? Mert biztos vagyok benne, hogy tudatosítani azt, hogy baj van, probléma van, ráadásul nem kicsi, aminek egyébként lehetnek következményei is, azt valahol az embernek nagyon jól és nagyon ügyesen el kell raktároznia a lelkében, és jól kell tudnia kezelni. Neked ez hogy sikerült? Az egyik legnehezebb amellett, hogy ugye ez egy teljes életmódváltást igényelt ez az a felbukkanó betegségcsomag, az volt, hogy elfogadjam, hogy nem vagyok sebezhetetlen. Szóval én tényleg úgy voltam ezzel, hogy most nem azt mondom, hogy már kérkedtem ezzel, hogy nekem semmi bajom nincsen, de hogy azért volt bennem egy ilyen tök hülye büszkeség, hogy én erős vagyok, és én egy terminátor vagyok, és ez semmi nem állít meg. És hogyha kell, akkor 24 órában 20-at dolgozom, evés-ivás nélkül, és hogy valahogy így ezt nekem át kellett kattintani a fejem, hogy nem, ez nem így van, tehát hogy iszak eszti azért egy ember, akinek szüksége van alvásra, szüksége van evésre, ivásra, amit egyébként sokszor a média világa azért így nem nagyon fogad el, hogy mi is emberek vagyunk, és nekünk azért így kell néha enni, inni, és szükségleteinket kielégíteni. Úgyhogy nekem ez volt az egyik nagyon nehéz pontja ennek, ami hetekbe telt, amíg elfogadtam, hogy basszus, nekem is vannak betegségeim, és ezzel együtt kell tudnom élni, mert ráadásul ez nem olyan, hogy a ciszta része az oké, elmegy az ember, bemegy, megműtik, kijön, és akkor már nincs ott. De azért az sem ennyire egyszerű. De hogy a többi dolog az egy olyan dolog, ami lehet, hogy életem végéig el fog kísérni, és ezt kezelni kell, és azzal együtt élni. És ezt nagyon nehéz volt az elején így elfogadnom. És ezért is volt az, hogy ugye hát nekem 2020 már nem tudom, azt hiszem februárjában derültek ki ezek a dolgok, és én egészen a tavaly évig nem is beszéltem róla, mert kellett nekem idő, hogy megemészem, feldolgozzam, elfogadjam, és lássam, hogy ezt hogy tudom beiktatni az életembe. Szóval úgy voltam vele, hogyha én ezt most rögtön kommunikálnám, akkor az embereknek a véleménye, meg minden, az lehet, hogy elvinne egy rossz irányba, és nekem kellett az, hogy én ezt magam feldolgozzam. Mivel érintettük ma már a spirituális gondolkodás és gondolatiságon, így akarva akaratlanul bekúszik megint az a kép a fejembe, hogy ugye női területeket érint egyértelműen az endometriózis. Hogy neked a nőiességedben egyébként volt eddig bizonytalanságod magad tekintetében, vagy változott bármit a megítélésed, ha tükörben nézel? Tehát most kizárólag téged kérdezlek, amikor otthon állsz a tükör előtt, és beszélgetsz magaddal, vagy fejben lejátszod ezeket a meccseket. Jobb lett akár, megerősített valamiben, vagy az rávilágított számodra újabb megélésekre? Nem tudom, hogy ez a betegségeknek köszönhető-e, vagy a kornak, de sokkal jobban el tudom magam már fogadni ma, mint 10 éve, pedig nyilván a 10 évvel ezelőtti testem az olyan szempontból a mai normák szerint nyilván jobb volt, mert hát egy 20 éves nőnek a teste, hát persze kinek mi, azért az egész más, tehát feszesebb, csinosabb, nem tudom, bármi, de egyszerűen mégis jobban érzem magam most a bőrömben. Nem tudom, hogy ez a betegségeknek köszönhető, mert hogy az egy picit átalakította a gondolataimat, vagy annak, hogy már nem 20 éves vagyok, hanem 30, és hát most már 34, és egész más, nem hogy viszonyulok. Csalhatsz nyugodtan. Egy 4 évet letagadtam most itt a rádióban. Ezt általánosságban megfigyeltem, hogy azért 30 fölött a nők picit szerintem elfogadóbbak magukkal, vagy nem tudom, lehet, hogy nyilván mindenkinél ez más, de az én környezetemben azért nagyon sok példát láttam erre, és én is így érzem, hogy most már el tudom fogadni, hogyha esetleg feljön rám plusz pár kiló, vagy lemegy, vagy kicsit a hajam más állapotban vagy karikásabb a szemem, akkor így oké, de hát nem gond. Tehát ember vagyok, ez előfordul. De gyakorlatilag viszont akkor tök jó, hogy nem érzem azt, hogy neked ezzel bármikor is lettek volna önazonosulási kérdéseid vagy gondjaid, hanem egyszerűen inkább még fejlesztett rajtad az addigiakhoz képest. Én ezt tudatosan próbáltam így elültetni magamban, tehát azért is kellett nekem idő a feldolgozásra, és
ugye hát ez egy év legalább, sőt szerintem több mint egy év volt a kezdettől addig, amíg én erről elkezdtem beszélni, mert pont ezt nem akartam, hogy elvegye bárki, nem rosszból, hanem csak egyszerűen, mert nem akartam, hogy külső tényezők ezt befolyásolják, leszámítva ugye a közvetlen környezetemet, hanem én ezt magamban el akartam rendezni, hogy ez van, ez most én ezzel, ha meggebedek, se tudok mit csinálni olyan szempontból, hogy nem tudom visszafordítani, nem tudom semmisé tenni, ez nem rajtam múlik, hanem hogy ebből a lehető legtöbbet hozzam ki a pozitív irányba. Tehát, hogyha én már ezt a csomagot kaptam az élettől, akkor tényleg most ez egy ilyen annyira közhelyes mondás, hogyha kapsz az élettől citromot, akkor csinálj belőle limonádét, de hogy valahol mégiscsak ezt próbáltam meg ebből az egészből kisajtolni. És ezért is hoztam létre például ugye a recept oldalamat, a Fiatal Foodot, mert úgy éreztem, hogy egyrészt segítek ezzel embereknek, mert tudom, hogy én mennyire meg voltam lőve az elején, amikor mondták, hogy na akkor itt most ezzel az is jár, hogy ha szeretnél a legtöbbet segíteni magadon, akkor gluténmentesen fogsz táplálkozni, elhagyod a vörös húsokat, próbálod ezt meg ezt kiiktatni az életedből. És tudom, hogy én az elején úgy álltam hozzá, hogy jó glutén, oké, tudom, hogy a kenyérben van, meg a panírban, de hogy miben van még, az, hogy például a gumicukorban, nem mindegyikben, de pont amit én szeretek, abban van, mit keres benne, a szójaszószban, mit keres ott a glutén? Tehát, hogy ezek olyan felismerések voltak, amik így arcon csaptak, hogy hú, na hát én nem ebben éltem eddig, most mik ezek az új információk, és úgy voltam vele, hogy ha valaki ilyen cipőbe jár, ilyen cipőbe kerül, meg ilyen élethelyzetbe, akkor legyek neki egy olyan segítség, ami a kezdő löketet megadja. Nyilván most nem én fogom nekik elmagyarázni a betegségnek minden fázisát, és nem tudok olyan segítséget nyújtani, hiszen nem orvos vagyok, de hogy amennyit én tudok segíteni, azt megpróbálom, és hogy ne érezzék annyira egyedül magukat azok a nők, akik ebbe a helyzetbe kerülnek. Na pont ezt akartam kérdezni, hogy megint egy kettősség jutott eszembe e tekintetben, hogy lecsupaszítod a Fiatal Food oldaladat pusztán a gasztronómiai részére, és ebben szeretnél segítséget nyújtani, és te ennyiben látod a magad zászlós hajóján, vagy amúgy akkor a lelki szára is igyekszel rácsatlakozni, ami meg, hogyha ugye egy zárkózott ember vagy, ez egy picit nehezebb is lehet neked, tehát hogy ebbe te hogyan lavírozol, mert biztos vagy benne, hogy akinek felüti a fejét az endometriózis, vagy a Hashimoto, vagy bármelyik probléma, amelyiket te már ismered, és nők vagyunk nagyon-nagyon emóciók által vezérelt, az biztos, hogy meg rád akarna csatlakozni e tekintetben, és mennyit adsz magadból nekik? Rengeteg üzenetet kapok ezzel kapcsolatban. Pont tegnap volt egy ilyen viszonylag hosszú üzenetváltásom egy lányal, aki mondta, hogy úgy kért tanácsot, hogy ő neki egy komolyabb stádiumban van az endometriózis. Szerencsére le is kopogom, babonás vagyok. Nekem ez még, hát az egyes stádiumot, tehát hogy még ez egy ilyen idézőjelben kezdetlegesebb dolog, nyilván azért okozott problémát, de hogy azért vannak olyanok, akik ebben elképesztően, tehát hogy olyan dolgokon kell keresztül menniük, aki egy komolyabb stádiumban van, hogy ezt most nem is akarok belemenni, mert tényleg szörnyűségeket kell szegényeknek átélniük, és ezzel kapcsolatban kérdezett, hogy én nekem a gyógyszer és az injekció, és hogy, és azért az endometriózisnak, hogyha egy komolyabb fázisba lép, akkor sem is olyan tünetei vannak, amit olyan gyógyszerekkel kell kezelni, ami például a menopauzát idéz elő, amit elképzelni nem tudnak a nők, férfiak, senki, akit ez nem érint, hogy az milyen érzés, hogy elájulnak. Ez tényleg pokoli. És én nyilván nem tudok mindenben segíteni. Megpróbálok, és visszaírok, és amilyen tudásom van, azt próbálom átadni, de nyilván félrevezetni sem szeretnék senkit, és ennek a lánynak is megmondtam, hogy nézd, én ebben nem tudok segíteni, úgyhogy tényleg ezt a szakember fogja tudni neked megmondani, de amiben tudok, abban mindig próbálok segíteni, viszont ezt például mindig privát üzenetben teszem. Uh-huh. Tehát én nem az, hogy például nekem mik voltak a tüneteim, bizonyos dolgokat, hogy éltem meg, én ezt nem tudom leírni egyszerűen az oldalamon, mert azt már annyira mélynek és ilyen privátnak érzem, hogy ha valaki esetleg ír nekem, például volt nyáron is írt egy lány, hogy látja, hogy a képeken ugye nincsenek meg a hegeim, és hogy ez, hogy ő nem rossz indulatban, de hogy leretusálom, vagy nem látszik, vagy hogy nekem hogy van, mert hogy őre is most egy ilyen laparoszkópiás műtét vár, és hogy egyszerűen izgul miatta, és neki is privát üzenetben írtam, ezt nem írnám ki az oldalamra, hogy
figyeljetek a hegeim, mert hogy az már tényleg egy nagyon privát dolog. De neki is írtam, hogy nézd, nekem szerencsére, hál' Istennek tényleg nagyon jól operálták meg a hasamat, és hogy nekem tényleg tök jó orvosom volt, és neked sem abszolút nem biztos, hogy látszani fognak, mert nekem is egyrészt nagyon lent vannak a hegek, másrészt tök szépen eltűntek, ami a köldökömön van, az egyáltalán nem látszik, és hogy ő is megnyugodott utána, hogy jó, oké, akkor ez nem biztos, hogy egy ilyen látványos dolog is, lesz. Igen. Szóval, hogy ilyen privát dolgokra privát üzenetben szoktam válaszolni, mert egyszerűen az, hogy most én kérem, és tényleg mindenki ezt olvassa, akit érint, akit nem, az is, azt én nehéznek élném meg, úgyhogy ha valakinek ilyen jellegű lelki segítségre van szüksége, nem tudok minden üzenetre válaszolni, tehát azt aláírom, rengeteg feladat és rengeteg energiával jár. Igen. Mindenkire egyenként figyelni. Szerintem ezért választják sokan inkább a kollektív kommunikációt, mm-hmm. amikor ugye kiírják a nagy egészet, mert egy picit közösséget is formálnak mm-hmm. ezáltal. Az ebben rejlő felelősségeddel te hányad állnál? Tehát, hogy ha már beszéltünk egy picit csapongó esztiről, vagy nem is csapongó, bocsánat, nem akarok ilyen jelzőt rádakasztani, hanem az ezer lovat megülő esztiről, akkor például a Fiatal Food oldalad és az erre tűzött eszme, amit képviselsz, azt hogy látod, hogy meddig tudod és meddig akarod vinni? Mert viszont ha erre sokan rácsatlakoznak, és sokan számítanak rád ez ügyben, akkor az nem lehet az, hogy egyik pillanatot te azt mondod, hogy persze lehet, miért ne lehetne, de hogy na, akkor itt most vége, mert van, most lett egy fontosabb feladatom, most lehet rádiózni, most lehet, hogy kapok egy olyan filmes felkérést, szóval, hogy ezen már gondolkoztál? Igen, és itt is néha előjön a lelkiismeret furdalás, és sokkal többet is foglalkozhatnék például a Fiatal Food oldalával, mert ott egy olyan közösség épült, ami rámomban nem gondoltam volna. Tehát az, hogy még nincs egy éves az oldal, és most már 22.200-an, ezt például mindig számon tartom, hogy annyian követik, és iszonyatos nagy aktivitás van. Tehát ott, hál' Istennek, és én ezt egyébként nem is akartam úgy csinálni, hogy ez most csak Hashimoto diét. Tehát, hogy nem akarom én ezt ennyire így beszűkíteni, mert akik a receptjeimet csinálják, követik, szeretik, az lehet egy férfi is, egy 60 éves férfi, meg lehet egy 15 éves lány is. Tehát, hogy én azt nem akartam ennyire korlátozni, mert hogy nem csak erre vonatkozik, de bennem van a lelkiismeret furdalás, hogy nem mindig, most például tudom, hogy egy hete nem posztoltam. És közben meg így feszít belülről, hogy amúgy le vannak gyártva a képek, le vannak gyártva a receptek, és egyszerűen nem írom meg a posztszöveget hozzá, és nem teszem ki. Tehát igazad van, és ebben is egy felelősségem kell, hogy legyen, de néha elsodor egyszerűen magával az élet, viszont nem szeretném abba hagyni, tehát ezt nagyon-nagyon komolyan szeretném csinálni. Vannak ezzel kapcsolatban nagyon komoly terveim is, ami hát majd egyszer remélhetőleg összejön, de egyedül nem fogom tudni ezeket megcsinálni. Látok egy könyvet magam előtt, tehát hogy azért például. Hát egyébként a könyv, igen, az egy tök jó ötlet, mert nagyon sokan írták, hogy receptkönyvet nagyon-nagyon szívesen fogadnának tőlem, plusz információkkal, ami például az alapanyagokat érinti. És azért is jó szerintem ezen, mondom, én ezt mindet magamnak jártam ki ezt az utat, magam tanultam meg, hogy a sörélesztő pej például a vegán életmódban milyen szerepet tölt be, és egyébként milyen haszna van, mit csináljunk a Himalája fekete sóval, és az például a tojás helyettesítést, a tojás ízt azt megadja. Ne nagyon hagyja nyitva egyébként a senki a konyhában, mert hogy hát nem a legkellebb, mondta az öcsém, hogy szerintem a világ legbüdösebb dolga. Na mindegy, ezekre magamtól jöttem rá, hogy meg hát nyilván az internet segítségével, hogy ezek mik, és én is például próbálnék egy ilyen segítség is lenni, egy ilyen mankó azoknak az embereknek, akik nem csak azoknak, akik betegek, hanem aki csak életmódot szeretne váltani, és ő is ugyanúgy szeretne mondjuk heti két vegán napot beiktatni az életébe. Szóval például a szakácskönyv az egy tök jó dolog lenne, vagy egy olyan átfogó könyv, ami nem csak recepteket tartalmaz például, de egyébként nem is feltétlenül ez így az első gondolatom, hanem így a gasztronómiával valamit kezdeni, mert imádom, és nagyon ki tudok benne teljesedni, de ezt már, tehát ezt most nem tudom még magamra venni, ezt a hátizsákot, hogy akkor egy személyben én most akkor mindent csináljak meg. Igen, figyelj, néztem a minap például a valentinnapi csoki volt talán, amit kitettél, és hűha minden segít, ezt az esztit csinált. Én csak így pistottam, mert szerintem ahhoz azért kell egy jó érzék. Én nem vagyok egy igazi háziasszony, én nagyon béna vagyok a konyhában, ezt töredelmesen bevallom. Én a legalapabb dolgokat főzöm. A gyerekem miatt szoktam is izgulni, hogy vajon ez egy elegendő egyébként, hogy változatos legyen neki. Ezért sűrűn járunk anyukámhoz például. Egy kis bulvártitok itt a háttérből. De hogy azért ez is igényel egyfajta esztétikai érzéket, időt, gondolom, nem tudom, képezted magadat például, hogy melyik alapanyagot mivel tudod össze
rakni, egyeztetni, hogy állja meg a helyét, formákat, stb. Tehát ez tényleg egy külön irány egyébként. Teljesen, de szerencsére a karantén alatt erre is volt idő. Én nagyon-nagyon-nagyon sok időt, tehát hónapokig foglalkoztam azzal, hogy csak így ismerkedtem az alapanyagokkal, beszereztem kellékeket, és ez nem titok, nagyon sok pénzem is van ebben, mert softboxokat venni, kamerát venni, ezek, tehát hogy azért egy ételfotózás, az nagyon sok mindent vesz igénybe. Nagyon sok időt töltöttem azzal, hogy csak néztem a food styling oldalakat, hogy fú, mit, hogyan csinálnak, mert hogy én nem találtam erre például a képzést Magyarországon. Tehát itt food stylist képzés, simán lehet, hogy van, csak én nem találtam meg, mert nem jól kerestem rá, de én nem találtam, és ezért én így autodidakta módon képeztem magam ebbe az irányba. Úgyhogy én nem is hoztam ki, tehát nem az volt, hogy így kitaláltam hétfőn, hogy na, akkor most csinálok egy ilyen receptoldat, és kedden már ott volt, hanem ez több mint fél év telt el. A komoly háttérmunkád van benne. Igen. Az, hogy ez aztán utána életre kell. Lassan a végéhez érünk az interjúnknak, és egy picit nekem célom is volt a te meghívásoddal és a veled való beszélgetéssel az, hogy ezt a sztereotípia döngető beszélgetést meg tudjuk valósítani, ami úgy érzem, hogy sikerült, és egy picit még erre szerettem volna itt a végére rácsatlakoztatni, hogy téged mindig egy ilyen kislánynak ábrázolnak. Szerintem ezzel tökéletesen tisztában is vagy, a külső adottságaid véget is, meg nem tudom, hogy benne égtél esetleg a vivás múltadban. Te hányadán állsz a sztereotípiákkal, amik mondjuk kifejezetten iszakesztire vonatkoznak. Döngeted őket, szeretnéd, ha ki tudnál azokból törni, vagy egyébként tök jól állsz velük, és elfogadtad, és ez a te részed már? Volt egy időszakom, amikor mindig rá akartam erre cáfolni, hogy nem, én nem az a kislány vagyok, aki csak a zenéről tud beszélgetni, hanem nyugodtan tudunk az orosz írók műveiről is beszélgetni, mert volt egy olyan időszakom is, amikor Strugackit olvastam, és nem tudom, tehát, hogy de aztán eljutottam arra a pontra, amikor rájöttem, hogy nem érdekelt. Most mindenki azt gondol, amit akar, én attól nem leszek kevesebb, és azt gondolom, hogy ezekkel a projektjeimmel, amik ilyen kis side projektek, mint ami majd lehet, hogy nem az lesz, mert lehet, hogy az életem későbbi szakaszában ez például a gasztronómia fogja a legkomolyabb szerepet betölteni, vagy éppen a rádiózás. Ezekkel majd úgyis rácáfolok idővel, de hogy nekem nem kell az, hogy én most ma vagy holnap megmutassam az embereknek, hogy de képzeljétek el, hogy nem csak a zenéről tudok interjút készíteni, és nem csak a divatról lehet velem beszélgetni. Ezt már letettem. Ez is például többek között ennek volt köszönhető, hogy ugye próbáltam a stresszt kiiktatni az életemben, mert ugye az életmódváltásomnak az egyik eleme volt az, hogy máshogy kezdtem el táplálkozni, elkezdtem többet meditálni. A harmadik például az volt, hogy a stresszt, azt próbáltam kiszorítani az életemből, ezáltal emberek is távoztak, munkák is távoztak, de nekem így sokkal jobb, és például ez is egy olyan eleme volt, hogy én a stresszt azt úgy tudom lecsökkenteni az életemben, hogyha nem akarok mindenkinek megfelelni, és hogyha valaki azt gondolja rólam, hogy ilyen vagyok, hadd gondolja, a szíve joga ezt gondolni, én attól nem leszek kevesebb. A mai napig azért vannak persze olyan napjaim, amikor picit jobban bánt az, hogyha valaki rosszat mond rólam, vagy rosszat gondol rólam, de most már azért ezek nem érintenek annyira mélyen, és eljutottam arra, hogy ha majd ki kell annak derülnie, hogy én valójában milyen vagyok, akkor kiderül, de néha nekem kényelmesebb is az, hogy gondolnak valamit, és akkor gondolják azt. Nem akarok nincs hiányérzeted emiatt. Nincs. Most már nincs. Régen volt, de most már abszolút nincsen szerencsére. Eszti, egy élmény volt hallgatni, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és elfogadtad a meghívásomat, és hát nagyon sok sikert kívánok a rádiós karrieredben. Ugye mi majd találkozunk rendszeresen a Spirit FM stúdiójában, de ettől függetlenül is követlek továbbra is nagy szeretettel, mert hogyha engedett, hogy egy picit lássanak az emberek a színfalak mögé, akkor szerintem egy nagyon-nagyon szerethető embert kapnak egyébként, amit lehet, hogy te még most így féltél megmutatni, de bízom benne, hogy ezzel egy picit talán tudtunk egy újabb lakot nyitni feléd. Ha amúgy igényled, ha nem, akkor pedig így van a helyén minden az életben. Köszönöm szépen, Anita. Köszönöm szépen. Tartsatok velünk jövő héten, és akkor is lesz természetesen hashtag nofilter, nőkfilter nélkül Köböl Anitával. Köszönjük szépen, hogy ma itt voltatok velünk. Sziasztok! A műsorszámot a Nutriverzum támogatta. A képi anyagot a Schnittman Pictures készítette.